Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk a szeretet formulájának a videóját, második rész, indulunk! Múltkor meséltem, az embernek szüksége van a szeretetre, pozitív érzelmekre, szükség van szeretni, szeretve lenni, de mikor a társadalom nem fektet be ebbe, hanem minket csak tanítják, csak többet gyűjts magadnak, gondolkozz magadról csak, mert egyszer élünk, akkor ebből hogy lehet szeretet? És beszéltünk, hogy például nagyon jó adni. Egyik dolgot meséltem, hogy miért, mit jót adni, jó adományozni. Most erről egy kicsit tovább gondoltam, fogunk beszélni. Van egy olyan jó vers Srimad Bhagavatamban, ami így hangzik. Akama sarva kamova moksha kamodaradi tivrene bhakti yogina yajita purusham param. Amit azt jelenti, hogyha az embernek van összes vágya, ami csak létezik, szárvakáma, vagy akáma, nincsen semmi vágy, nincsen semmi szándék, nincsen semmi motiváció, teljesen önzetlen az ember, akáma, akkor szárvakáma, minden vágya van, amit akar teljesíteni és átélni, akáma, szárvakáma, moksa káma, hogyha valaki vágyik felszabadulásra, önmegvalósításra, a káma, szárva kámová, moksa kámodáradi, tivréna, akkor intelligens emberek, tivréna, bhakti yogina, hogy ezek a személyek gyakorolnak a bhakti jogát, adnak, próbálnak tanulni, adni. És itt pont a bhakti, ez azt jelenti, hogy Istennek kell adni. Mi történik, hogyha Istennek adnak? A káma, szárva kámová, moksa kámodáradi, tivréna, bhakti yogina, yajita, purusha param. Ugye ezek a bölcs emberek, akik így teljesítenek a vágyukat, akkor különböző dolog fog történni. Egyik oldalról vágyai fognak teljesülnie, mert Isten, ő teljesít mindenkinek a vágyát, hogyha valaki fordul hozzá, kér tőle, nem csak a következő életben, hanem a mostani életben is, ugyanakkor következő életben is, és a másik a vágy teljesítés mellett az, hogy ember tisztul és fejlődik lelkileg. Mert bármiért, hogyha valaki Istenhez fordul, az azonnali lelki fejlődés. Ezért múltkor valaki kommentbe írt, hát hogyha mi úgy adományzunk, hogyha mi gondoljunk, hogy legyen több pénzünk, vagy valamilyen vágyak teljesülnek, ez egy önző dolog. Igaz, az így van, önző, de ki nem önző? Ki önzetlen? Mindenki önző, és ez természetes. Ezért próbálni úgy adományozni, hogy nem várok cserébe semmit, ez a legmegfelelő, de akkor mi lesz azokkal, akik vágynak a dolgokra, akkor ők adományozzanak, és nem baj, hogy vágynak valamit érte cserébe, mert így indul a lelki fejlődés, mert amit ő adományoz, és hogyha valamit gondol, kapok, szeretni kapni cserébe, meg fogok kapni, és mivel ezt Istennel kapcsolatban csináltam, akkor én fogok fejlődni. Ezért ez egy fontos dolog. A másik oldalról a pénz, ez a mi karmánk. Mi dolgozunk, csináljunk karmát, és a pénz az a karmának a következménye. Így, hogyha minden, ami nálam marad, akkor annak van egy karma, nem tiszta. És ezért a pénzt meg kell tisztítani. És hogyan tudjuk megtisztítani a pénzét? Hogyha annak az összegnek, amit mi keresünk, egy részét lelki célukra, Isten misszióra, terjedésére próbáljunk áldozni. Akkor megtisztul az a pénz, és az, ami nálunk maradt, az is megtisztul. Ezért emberek így nem fognak eltévedni a karma labirintusba. Valakik szokták mondani, hát adjanak a gazdagok, vagy adjan az államfő. De itt nem arról szó, hogy Isten rá van szórítva, hogy adjunk neki pénzt, adományozunk, nem erről van szó. Isten, ő független, ő teljes, tökéletes és boldog, neki nincs semmire szükség. Minden az övé, így is, úgy is. Ez a pénz, ez a világ, ez a város, fém, fa, fények, minden az övé. Ugye, és ha már szemidam szervám, régóta mind az övé, neki nincs szükség. Mikor ember adokozik templomra, vagy lelki tevékenységekre, akkor ezzel nem Istent
megsegíti, mert rászorult Isten, hogy ez az ő érdekében van, mert ha ő ad, ő fog tisztulni. Ezért gazdagok is adományozanak, szegények is adományozanak, mindenki azzal a mértékkel, amelyvel teheti, akkor ő fog tisztulni. Szóval ez mindenkire van szükség. Ugye én most erről beszélek, hogyha valaki most lelkes lett, lehet adományozni Krisna terjesztésére, vagy a lelki misszió, védikus tudás terjesztésére lehet adokozni, szóval lelki célokra, templom fenntartására, akkor így mindenki, aki részt vesz, ő tisztul. Természetesen, hogyha valaki mondja, igen, én lelkes vagyok adokozni, de én a saját egyházamnak, a saját tradíciómnak nagyon jó. Én ezt mondanék, hogyha valaki Istennek adhat akármilyen vallásot gyakorol, mert ez mindenféleképpen segít lelkileg fejlődni. Hogyha mi adunk, mi fogadjunk, ugye például, amikor mi fogadjunk valakitől pénzt, az is karma. Például azok az emberek, akik gyűjtenek saját maguknak, most nem a szegényekről beszélek, akiknek nincs mit ennie, de van sok ember, aki próbál gyűjteni adományt, úgyhogy magának, akkor mi történik? A törvény az, ahogy elején mondtam, hogy a pénz, ez a karma, annak az embernek, aki megdolgozott és megkapta a pénzt, ez a karmája, és amikor ő valakinek adományoz, akkor ezzel együtt a karmát is adományoz. És ezért az az ember, aki utána ezt a pénzt saját magára fog költeni, akkor ő fogadja ezzel a pénzzel a karmát. De hogyha valaki elfogadja a pénzt, és utána továbbítja a lelki célokra, egyháznak, templomnak, akkor ő nem részesül a karmába, hanem ő is tisztul, mint közvetítő. Rendben, ennyit gondoltam nektek elmesélni. Köszönöm szépen, lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára. Mindenkinek szép estét kívánok, sok boldogságot kívánok, lelki fejlődést, és így tovább. Köszönöm. Hare Krishna.